Az ülőmunkát végzők nagy része nagyon sok esetben úgy felejti magát akár órákra is, és azon veszi észre magát, hogy fáj a háta vagy a nyaka. Ma azt nézzük meg, hogy ezen miként tudunk változtatni, illetve azt, hogy mire érdemes odafigyelni. Nincsen tökéletes testtartás. Ez rengeteg ember fejében tévhitként él, hogy csak az a jó testtartás, hogyha teljesen egyenesek vagyunk, az állunk párhuzamos a talajjal. Azonban a testtartásunk egy dinamikus folyamat, folyamatosan változik a nap folyamán, hatással van rá az is, hogy milyen hőmérséklet van a szobában, hogyan érezzük magunkat, milyen feladatokat végzünk. Szóval mindenképpen igazodni fog a külső tényezőkhöz. Nem az a rossz, hogy ülünk, nem is az, hogy hogyan ülünk, hanem inkább, hogy mennyit ülünk, mennyit vagyunk egy adott pozícióban. Szóval mindenképp érdemes variabilitásban gondolkozunk, hogy változatosan tartsuk magunkat a nap folyamán. Ez változó lehet igazából egyének szerint. Van, aki nem dolgozik olyan sokat, tegyük fel csak 4 órát naponta, nem kell folyamatosan megváltoztatni a pozícióját, mellette sportol, nem érzi annyira a hátrányait. Tegyük fel egy olyan ember, aki a munka mellett nem sportol, 8 órát ülő munkát végez, neki érdemes rendszeresen változtatni a pozícióját, 15 percenként, 30 percenként pár nyújtó mozdulatot végeznie, felállnia, ha van lehetősége, hogy állva dolgozzanak, változtatnia, hogy ülve vagy állva dolgozik, és igazából folyamatosan változtatni a folyamán, hogy milyen pozícióban ül. És meg fogom mutatni, hogy milyen pozíciók is lehetnek kényelmesek a számunkra, miket változtathatunk egy nap folyamán. Nagyon sokan előredőlve, akár előre görnyedve is dolgozhatunk, de ezzel sincs semmi gond igazából, hogyha folyamatosan képesek vagyunk ezen változtatni. Húzzuk kinyugodtan magunkat néha, előre is görnyedhetünk, akár felállva is dolgozhatunk. Az a fontos, hogy a nap folyamán több pozícióban is dolgozunk, ne ugyanabban a pozícióban üljünk egész nap. Ha hosszabb ideig ülünk ugyanabban a pozícióban, akár jól esett a számunkra, hogy bizonyos mozgásokat bevezessünk, akár ülés közben is. Erre egy nagyon jó példa, hogyha megfogjuk az asztalunkat, és próbáljuk minél jobban domborítani a hátunk, majd homorítani, azt így átmozgatva. Ugyanilyen gyakorlat lehet az is, hogyha próbálunk megkapaszkodva megfordulni az egyik irányba, majd a másik irányba. Amiket csináltunk a törzsünkkel, persze ugyanúgy el tudjuk végezni a nyakunkon is, akár az egyik irányba nyújtva azt, oldalra, lefele, de ugyanúgy a vállövőnket is mozgathatjuk. Akarunk oldalra, vagy felfele emelésével. Azokon a gyakorlatokon kívül, amiket ülve végzünk, végezhetünk állva is persze különböző mozgásokat. Legyen szó egyszerű előrehajlásról, próbálva megéríteni a talajt, de ugyanolyan gyakorlatokat végezhetünk. Oldalra is rotálva a törzsünk, de persze a karjaink, illetve a nyakunk mozgása is teljesen a kis. Mindenképpen, ha valakinek komoly mozgásszerű fájdalmai vannak, és ez napi szinten megkeseríti az életét, akkor én azt ajánlom, hogy az életmódján mindenképp változtasson valamit, hogy ez elősegítse azt, hogy problémamentesen tudjon létezni. De nagyon fontos, hogy a megfelelő szakembert, akár egy orvost felkeressen a problémáival kapcsolatban, hogy megfelelő tanácsokat kapjon.